A népdalcsokrot ifjú Víg Sándor emlékére állította össze a Törő Gábor hagyományőrző népdalkör, és egy keserédes alkalom tiszteletére énekelték el stábunknak októberi próbájukon. Október 8-án a magyar népzenei kultúra ápolásáért és továbbadásáért a Kóta posztumusz díját ifjú Víg Sándor népzenésznek ítélte a szakmai bizottság. A Kóta az a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége, és a Kóta rendezi a minősítéseket, a népdalkörök, citara együttesek, különböző együttesek minősítéseit, és a zsűri, tehát Birinyi József volt a népzenekutató, az, aki felterjesztette Sanyit erre a díjra, mert Birinyi József ezekben a zsűrikben mindig zsűri elnökként tevékenykedik, amikor minősítőre megyünk. Ez a minősítés azt jelenti, hogy van térségi országos, és van a gála, ami Aranypáva nagydíjas gála, és ő a zsűriben tevékenykedik, mint zsűri elnök, és ez a zsűri ismerte Sanyinak a munkásságát, hiszen sokszor megmérettette magát, és a népdalkört is, még akkor, amikor én nem voltam velük, akkor is. A rangos díjat özvegye Vígné Szabó Ildikó vette át, aki már 7 éve él a férje nélkül. Házasságuk 2002-ben köttetett. Mi 2002 óta alkotunk egy párt hivatalosan Sanyival, mert akkor házasodtunk össze, és ő akkor a Sáréti Népi Együttesbe énekelt, megvezette a népdalkört, akkor is már én csatlakoztam. Utána 2004. januárjában alakult meg ez a népdalkör, amiben most is vagyunk, a Törő Gábor hagyományőrző népdalkör, és egészen a haláláig 2009-ig vezette a népdalkört. Avval feküdt, avval kelt, tehát még a népzene könyvek, tehát a kottás könyvek, a kották, azok még este a nézegette, reggel még valami eszébe jutott, akkor megint ránézett, tehát ő nagyon, tehát szíve szerint ő ezt csinálta volna hivatalosan. Ifjú Víg Sándor népzene iránti elhivatottságát és tudását életében is számos díjjal ismerte el a szakma. Citera játéka, levélsíp muzsikája, egyéni előadásmódja feledhetetlen. A 2004-ben heted magával alapított Törő Gábor hagyományőző népdalkör tagjaival együtt 5 országos aranyminősítést, 2 aranypáva díjat és 2 alkalommal Vas Lajos nagydíjat kaptak. Ő mindig a népdalkört tekintette elsődlegesnek, hogy a népdalkör legyen sikeres, és ő még mellette azon kívül szólistaként is mindig megmérettette a tudását. Tehát Sanyinak a népzené elkötelezettsége, az elhivatottsága az, amit mi szeretnénk tovább vinni. 2009. november 7-én még az együttessel átvehette az Aranypáva nagydíjat, és néhány hét múlva csak a döbbenetes és elfogadhatatlan hír érkezett. Ifjú Víg Sándor életének 40. esztendejében elvesztette a harcot a gyilkos kórral, földi létének végére ért. Én akkor abba akartam hagyni, de a népdalkörbe a tagok mondták, hogy hát csak maradjak, mert így csak könnyebb elviselni az ő hiányát, és emiatt maradtam, és vezettem is a népdalkört. Még Macuskát nem vette tőlem ezt a feladatot, mert azért így sok. Tehát egyedül csinálni mindent nagyon sok, és így most ő végzi a vezetői és az egyesület elnöki teendőit. Amikor elhagyott bennünket Sanyi, tehát amikor a Csillagokba költözött, akkor egy pillanatig mindenki döbbent volt, ez a pillanat jelentett napokat, heteket is, de az akkori vezetőség azt mondta, hogy tovább kell vinnünk, tehát nem szabad leállni, tovább kell vinnünk a népdalkörnek a tevékenységét, a munkáját, és így is lett,
és azóta is nagyon sikeresen működünk, mert ez mindig bennünk él, hogy az akkori vezetőség azt mondta, hogy igenis, menni kell tovább, és vigyük tovább, és azóta már megalapítottuk az ifjú Víg Sándor emlékdíjat az ő emlékére, amit 2013-as évi betyárdal versenyön adtunk át először, és azóta minden évben átadjuk, és hát őrizzük az ő emlékét. A betyárdal versenyen mindig kint van az ő fényképe, mindig megemlékezünk róla, hogyha névnapja van, születésnapja van. Most tegnap kint voltunk a temetőben, a sírjánál, és őrizzük az ő névzenei, eszmei hagyatékát, mint példaképünkre tekintünk Sanyira, és azóta már 4 aranypával nagy díjat kaptunk, úgyhogy büszke lehet ránk, a csillagon van, hogy követjük az ő útját, az ő elképzeléseit, az ő hitvallását. Víg Sándor egy örökké mozgásban lévő, tevékeny ember volt. Mindig akadt elintézni valója, mintha érezte volna, hogy kevés az idő, ami neki megadatott, és igyekeznie kell a teendőkkel. Ő egy olyan kis drága teremtés volt, hogy ő nagyon szerette ugye a néphagyományt, mindent megtett annak érdekében, hogy mindenki lássa azt, hogy miből is áll tulajdonképpen, és folytassa tovább, folytassa az a gyerek, tanuljon népdalt, citerázni tanuljon, és vigye tovább a jövő nemzedéknek. Ő nagyon sokat kutakodott a népdalok után, Hortobágyi, Sáréti népdalokat kutatta föl, alig ismert népdalokról beszélek, és ő azt megtanulta, népdalkörrel megtanítatta, és ma is örömmel énekeljük az ő általa szerkesztett csokrokat, dalokat, örömmel énekeljük. Egy édesanyjának a gyermekét, egy feleségnek a férjét eltemetni kimondhatatlan szomorúság. Túlélni lehet, egymás után rakni az újabb napokat, és megpróbálni kapaszkodókat, vígaszt keresni az emlékek között. Ragaszkodni az úthoz, amin Sanyi elindult, melyet most a Kóta díjjal is elismertek. Nehéz kérdés, hogy mit érez az özvegy és az édesanya, mikor az arra érdemes, számukra oly kedves embert, ezt már nem élhette meg. Fájdalmat. Mert ezt ugye úgy lenne jó, ha nem én, hanem ő vehette volna, de erre ugye nincs lehetőség. Tehát büszke vagyok rá, hogy ő ezt megkapta. Büszke vagyok. Öröm ezt a díjat átélni, mint édesanyának, de egyben nagy fájdalom. Óriási fájdalom. Hisz ő ennek nagyon tudott volna, nagyon tudott volna örülni. És miért nem tudunk? Miért is van ez így, hogy közösen örültünk volna? Hisz életébe ugye nagyon sok díjat, 5 arany minősítést kapott, 2 aranypáva nagy díjat, és sorolhatnám a Vas Lajos nagy díjakkal. Együtt örültünk, mikor ő ezt megkapta. Együtt ünnepeltünk, mikor ő ezt megkapta. Ez hiányzik. Nehéz nélküle. El kell fogadnom, nem tehetek mást. De a boldog a szívem, hogy őt a Kóta vezetősége így értékelt az ő munkásságát, hogy ő ezt megérdemli és megkapta. Tehát ezért így boldog a szívem, de vérzik is, mert ő nincs köztünk. Nem sokáig ismertem 6 évig, mert 2009-ben meghalt. Egy túlságosan rövidre mért életnek csak vesztesei vannak. Mégis talán az édesapa nélkül maradt gyermekek érzik legélesebben a napok, évek hiányát, melyeket nem tölthettek együtt. Víg Dániel, ifjú Víg Sándor fia, csak néhány esztendőt tudhat magáénak, melyben apja kezét foghatta, de ami eszébe jut róla, az mindenki véleményét tükrözi, aki ismerte őt. Kedvesség, jó szívűség és jó lelkűség. Víg Anett Sándor nagylánya. Mindenki mondott szaván, mondatán, gondolatán érezni a veszteséget, amit apja hiánya, a maga után hagyott betölthetetlen üresség hagyott. Mégis a mélyből átsejlik a máig dédelgetett emlékek szépsége. Gyerekkoromban nagyon sokat hallottam a játéket, és hát ugye megmaradt az emlékeimben, és sajnos miután elveszítettem rá, egy évre kezdtem el zenélni,
és nem hamarabb. Pedig jó lett volna sokkal hamarabb, és akkor vele játszhattam volna. De úgy érzem, hogy most is mindig velem van, és mindig segít. Gyerekként is sokat tanított volna, de ugye a gyerekek nem úgy reagálnak sajnos az oktatásra, ahogy kellene. De már most visszacsinálnám az egészet, és megtaníthatna az elejétől. Nagyon sokat viccelődtünk, meg voltak ilyen összejövetelek, akkor mindig kamerázott, meg hülyéskedett, szóval egyfolytában a vicc volt a középpontjában, amikor nem a színpadon szerepelt. És tényleg szóval megismételhetetlen. Pótolhatatlan, de nem csak nekem. Nekem nagyon-nagyon hiányzik. Hál' Istennek van a tulajdonomban egy citerája, amin már most másodjára fogok menni országos minősítőre, és most megyek, hát hogyha összejönnek az elképzeléseim. Anett azt mondja, talán különösen hangzik, de édesapja halála óta valami új nyílt meg előtte, ő maga pedig kiteljesedett. Addig nem volt tisztában a képességeivel, nem tudta, mire hivatott, mi az az út, amit számára kijelöltek. Bár semmivel nem mérhető a fájdalom, amit az apa pótolhatatlan hiánya okoz, úgy érzi, hogy minden pillanatban óvja, védi, figyeli lépteit, s a citera minden hangjában ott van vele, mellette. Nekem erőt adott az, hogy tudom, hogy ott van, és hogy ő is szeretné, hogy játszak. És benne van a verseimben, a zenémben, minden egyes dallam érte szól, amit én játszok. Részt vesz a mindennapjaimban. Vezeti a kezemet a citerán, hogyha úgy van, hogy esetleg megremeg. Szóval én büszke vagyok erre az egészre. Azt, hogy az édesapám, meg arra, hogy ő ilyen sikereket ért el. Büszkeséggel tölti el a szívemet, hogy ilyen édesapám lehetett, meg is sok mindent tett a népzenéért.